napot kívánok, Varga Amanda vagyok, a jegyzői kabinetben, miben segíthetek? Nyári diákmunkások a telefonvonal végén Nyíregyháza önkormányzatánál. Közel 500 diák számára jelent segítséget, hogy júliusban és augusztusban csatlakozhattak a nyári diákmunkaprogramhoz. Augusztus 1-től dolgozok itt hivatali segédként. Eddig iratokat rendeztünk, postáztunk és egyéb segédleti dolgokat végeztünk. Azért választottam ezt a munkakört, mert a szakomnak megfelelően ez a szakirány állt közel hozzám, és érdekelt is, és így akkor bele tudok látni idő előtt a munkába, amit majd a jövőmbe szeretnék végezni. Jászai Menyhért alpolgármester elmondta, a 16 és 25 év közötti tanulójogviszonnyal rendelkező diákok számos intézményben próbálhatják ki magukat, akár az érdeklődésüknek megfelelő pályán is. Az önkormányzati és pályázati alapon vehet részt ebben a programban. Az idén is esztendőben is pályáztunk, 47 millió forintot nyertünk el, de ehhez az önkormányzat a járulékok finanszírozására önerőt biztosít. Nagyon örülünk neki, hiszen óriási a kereset, és nagyon sok fiatal szeretne bekerülni nyári diák munkára. A diákok egy hónapban maximum 15 napot dolgozhatnak 6 órás munkaidőben, amelyet bruttó 124 ezer forintot kapnak. A bérekhez az alapforrást a Gazdaságfejlesztési Minisztérium biztosítja. Az önkormányzatnak van ugye a polgármesteri hivatala, és emellett kulturális intézményeinkben, a könyvtárban, a múzeumban, az óvodákban, tehát lehet választani, az intézményekhez is lehet menni diákmunkára, sőt, partnerségben vagyok az egyetemmel és a görögkatolikus egyetemmel is, tehát ki a képzettségének, húzalmának vagy irányultságának megfelelő munkát tud találni, ha akar, akkor a gyerekekkel foglalkozik, ha ő olyan pályára készül, akkor így gyakorlatilag nálunk már a jogi munkába betekinthet, a hivatali munkába, hogyan történnek az ügyintézések, az elszámolások. Tehát én azt gondolom, hogy az önkormányzatnak olyan széles a működési területe, hogy itt gyakorlatilag minden szakma, minden professzió, akár a műszaki, végzettségű gyerek, fiatalok is találnak munkát, úgyhogy nagyon örülök neki. Jászai Menyhért hozzátette, ha a program jövőre is pályázható lesz, akkor az önkormányzat tovább szeretné folytatni a már megkezdett hagyományt.